Köszöntöm a nézőket! Mai vendégemnek már jó ideje, az egészségtudatosság és a sport jegyében telnek mindennapjai, olyannyira, hogy kiváló szakmai tudásával edzőként is megállja a helyét. Ma hozzálátogattunk el a mögöttem látható Fit World Fitness terembe. Lajkó Krisztiánnal beszélgetek, tartsanak velünk! Mesélj nekem egy picit arról, hogy a te életedben hogyan jött a sport, és mi volt az a pont, amikor szenvedélyé vált? Hát én jó kisfiú voltam, 6 éves koromban. Anyáik biztatására egy küzdősporttal ismerkedtem meg, amit több mint 10 évig űztem. Utána elkerült az iskola, egyre többet kellett tanulni, nem tudtam rendszeresen lejárni a heti 3 edzésre, megadott időpontban, és így mint szabadidősport kiegészítéseképpen jött a testépítés, majd egyre sűrűbben, és a végén a vasak világába kötöttem ki. Milyen út vezetett idáig, hiszen ha jól tudom, akkor te edzőként is tevékenykedsz. Igen, én testépítő edző vagyok. A suli elvégzése után bekerültem a nagybetűs életbe. Meghatározott időpontban kezdődött a munka. Ez a sport nincs időponthoz kötve. 3 műszakban dolgoztam, mikor délután éjszakás voltam, akkor délelőtt edzettem. Mikor délutános voltam, akkor reggel elvégeztem a munkát, és utána mehetett a nagybetűs munka. Mit gondolsz, az elmúlt évekhez képest mennyiben változtak a sportolási szokások, illetve mi az, ami most így népszerűnek számít a fiatalok, vagy akár az idősebbek körében? Hát én nagyon örülök, hogy egyre elterjedtebb a mozgás. Azért meg lehet nézni, a magyar társadalomban azért eléggé elhízottak, eléggé egészségtelenebbül élnek az emberek. Meg kell nézni, szinte minden sportnak az alapja a gimnasztika. Legyen az egy kosárlabda, legyen az egy futball, legyen az egy komolyabb balett, hozzám jártak balettosok is, kiegészítésképpen, vagy akár komolyabban, akár versenyszerűen a testépítés, fitness irányába lehet menni. Az új ágazatok, akár a kettlebell, a crossfit most nagyon terjed, rendkívül jó állóképességedzés. Rengetegen járnak le konditeremben is, most már nem csak a fiúk, hanem a lányok is. Mit gondolsz, mi ennek az oka? Hát mindenki szeretne egy álomalakot. Részben a szuperhősök a filmvászonban, részben a címlapok oldalán azért igyekszenek egy ideális alkatot közvetíteni a nagy közönség számára, és mindenki szeretne azonosulni ezzel. Azon felül, hogy itt edzel embereket, tulajdonképpen el is jársz, preventív jelleggel előadásokat tartasz különböző intézményekben, illetve ugye külsős helyekre is jársz edzőként. Erről mit érdemes tudni? Hát szerencsés helyzetben vagyok, mert jó kapcsolatot ápolok itt a Szeged és környező városaival. Rendszeresen van kültéri tevékenységünk a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályával, ahol hátrányos helyzetű gyerekeknek igyekszünk sportfoglalkozást tartani. Ezen kívül előadásokat tartok, több gimnáziumba hívtak már, az egészséges életmód, megfelelő táplálkozás, és sajnos most már képbe került a teljesítményfokozás is, igyekszem a helyes irányba terelni a fiatalokat. Mit ad egy edzőtermi munka? Hogy milyen érzésekkel távoznak innen az emberek? Hát mindenképpen ez egy jó közösség. Tehát akár kikapcsolódásképpen, akár csak egy jó közösség miatt, vagy pedig egy komoly munka kapcsán, ez egy összeszokott csapat, tehát ez egy nagy család. Tehát van egy közös cél, van egy közös érdek, elvégzik a megfelelő munkát, megfelelő időtartam alatt, kint akár esetleg egy kis társadalmi életet élnek. Szóval sokkal több, mint egy otthon, akár egy fitness videó, akár a YouTube-ról lenézett dolog. Magyarország az egyik legegészségtelenebb ország, ha szabad így fogalmazni. Mit gondolsz erről, mi az oka, mi lehet erre a megoldás, és Szeged ebben a tekintetben hogy áll? Hát sajnos ebben a felgyorsult világunkban az emberek egyre egészségtelenebből, és sajnos a gyors ételmek elterjedésével előtérbe kerülnek. A mostani fiatalok, mi még annak idején megkaptuk azt a kis vajas kiflit, kis parizeres kenyeret, a mostani fiatalok megkapják azt a zseppénzt, amit jó esetben táplálkozásra töltenek, és nem valami édességgel, csak sajnos trendi az, hogy bemegyünk valami gyors ételmi láncba, és akár kis játék kütyük ajándékaként megveszik azt a menüt. Ez nagyon nem helyes. Sem a táplálkozás összetételében, sem pedig minőségében nem felel meg annak, ami az ajánlott lenne.
kortól, nemtől függetlenül. Záró kérdésként, mik a terveid a jövőre? Mennyire szeretnél ezzel hosszú távon elhelyezkedni és komolyan foglalkozni akár a testépítéssel, akár a sporttal? Hát mi minden ember azért képzi magát. Én igyekszem a kitaposott utamat továbbvinni, folyamatos tanfolyamokra, folyamatos képzésekre járok. Szerencsém van, mert már a jövő évet él. Egy jó félig már betöltöttem a naptárokat, hatalmas országos rendezvényünk lesz a bűnmegelőzési osztályjal, tovább folytatódik egy óvodának a sportnapja, ők nem tudnak ide eljönni, tündériek a kicsik, rendszeresen járnak és hívnak a Waltner Károly intézetbe, azok a fogyatékos gyerekeknek, ez a plusz inger, ez nagyon sokat jelent. Érdekességképpen nem csak mi töltjük őket, mert nem egyedül megyek, ugyanazt a szeretetet, ugyanazt a figyelmet visszakapjuk mi is, tehát hatalmas örömmel, hatalmas energiával távozunk. Szóval haladunk tovább az eddigi úton. Kívánok hozzá sok sikert, köszönjük, hogy itt lehettünk. Én köszönöm.